Írta Johnny Mortimer és Brian Cook. Lionel Jeffries, Szabó Otto. Jan Ogilvy, Rátóti Zoltán. Bridget Forsyth, Kovács Nóra. Vacsora ínyenceknek. Richard! Igen? Nem fogod elhinni, mit találtam a müzlimben. Egy levágott köröm darabot. Nem, reklámfogás. Ha összejön 10, kapsz egy doboz műzlit. Nem! Tévedsz, kis szívem. A te drága apád pedig űrözte a patáit tegnap itt az asztalnál. Csak úgy röpködtek a szilánkok. Jó, jó. Majd beszélnek vele. Helyes. Ha már benne vagy, szólj neki, hogy ne a salátástálba áztassa a zokniát. Ja, meg lesz. Lásd be, szívem, ez így nem mehet tovább. Ki kell hajítani, más megoldás nem létezik. Aha, nem, remélem nem akarod az utcára tenni. Menjen oda, onnan jött. Korbonba fele annyiba kerül az élet, mint itt. Itt nem kerül neki sem ennyibe. Na, mert a nyakunkba varta magát. Dobd ki innen az Istenért. Ne legyél ilyen határozatlan. Ja, hogy én határozatlan? Talán nem vagy az. Hát, igen is, meg nem is. Nem annyira. Meg persze lehet, hogy mégis. Egy kicsikét. Végül is a szülő apám. Jó reggelt! Mi van reggelire? Müzli. Az jó. Mi van benne? Biomazsola, lábujjköröm darabok. Jobb lesz egy pirítós. Jól aludtál, fiam? Igen. Sejtettem. Hát pedig ez így nincs rendjén, kisfiam. Ha folyton asszol, soha nem lesz nagypapa belőlem. Mikor csinálsz gyereket neki? Hivatásom van, és ha nem tudnám, manapság a férfiak és a nők egyenrangúak. Akkor csinálj te neki. Elárulná nekem, mi a titka? Majd megmutatom. Hogy már korán reggel ilyen faragatlan tud lenni? Mennem kell, későn jövök haza. Eztek, amit találtok. A kedvenc fogásom. Egyesek ugyanis a kisujjukat is képtelenek megmozdítani. Én nem hagynám, hogy így beszéljen velem. Légy erős, ez neked szólt. Nekem? Ja. Neked. És nekem is van egy-két szavam hozzád. Tudtam. Először is tele van a mosógép koszos edénnyel. Nem én tettem bele, de Harriet se, az biztos. Én voltam. Igen. Erre magamtól is rájöttem. Az edény ebbe való, ez ugyanis a mosogatógép. Nincs benne hely, benne vannak az ingeim. Látod, ezt is észrevettem. Nem értek én ezekhez a fránya masinákhoz. Ez abból is kiderült, hogy a tojást a centrifugába raktad. Tudod, mi a habot vert? Ennyi. Lehetnél egy kicsit figyelmesebb. Harriet is dolgozik, épp úgy, mint én. Igen, ez jó lesz. És a júliusi számban csinálhatunk egy intim interjút a monakói herceg kisasszonnyal. Nem sok kicsit a nőkből, még a végén ránk fogják, hogy feministák vagyunk. Meg kell törni a férfiak egyeduralmát. Nem lehetne kellemesebb formában csatározni velük? Csak az érdekeinket ütköztetjük. Én inkább mást ütköztetnék. Mondd csak, a te férjed mindig megteszi neked, amit kérsz? Sajnos nem. Én például imádom, ha leigáznak. Mondom is neki gyakran, gyerünk, te ronda kis féreg, uralkodj fölöttem. Az Isten tudja miért, de nem megy neki. Nem egészen erre gondoltam. Én tudod, azt szeretném, ha Dick kitenné az apja szűrét, de ő nem teszi. Még mindig ott van. Bizony, és egyre rosszabb lesz. A bidében áztatja a fogsorát. Elég ijesztő, ha váratlanul éri az embert. De hiába, Richard nem küldi el. Lizzie Straté tudta a megoldást. Az az olasz lány a gépíróknál? Nem, szívem, a görögöknél. Megtagadta a kegyeit, amíg a férje nem teljesítette a kívánságát. Szóval szerinted nekem is meg kellene tagadni a kegyeimet? A legteljesebb mértékben. Tudod, a férfiak rosszul tűrik a koplalást. Őszintén szólva, én sem rajongok érte. Állj ellen vadállati gerjedelmének. Van is eszembe, alig várom, hogy rám ugorjon. Nem nekem találták ki az ilyet. És te legalább kipróbáltad már ezt a görög módszert a férjeden? Úgyne, egy évvel ezelőtt. És hatott? Nem is tudom. Még nem vette észre. Üdvözlöm, kedves asszonyom. Mr. Madison, fáradjon beljebb. Köszönöm, hálásan köszönöm.
No, milyen cuki kis köténke. Hogy? Oh. Gondoltam, összeütök egy kis ezt az, de kifogyott, ahogy is hívják. Milyen szerencse, hogy épp ma reggel vettem egy csomaggal. Gyömbér. Már a nyelvemen volt. Így este felé mindig elszopogattuk egy pohár sherryt. Akar maga is? Szopogatni vagy sherryt inni? Hely, maga mindig rosszalkodik. Nem rossz az édesasszonyom. Jó. De kérem, uram. Csak Tom, ha lehet. Ó, mi a cicuskám? Igazán. Marjorie. Marjorie. Mese szép név. Mondja, hol tanult meg főzni? A seregben. Két dologhoz értettem, tudtam a bajonettel bánni és rizses húst főzni. Ezért is gondoltam, hogy meglepem ma este az én drága kis menyemet. Maga tündér. Igen, belevágom a bajonettet. Bár a rizses húsnak talán mégis jobban örülne. Biztos el lesz bűvölve. Te jóságos ég, mi ez a förtelmes bűz? Apa! Ah, szervusz, kisfiam. Tudod, édesfiam, gondolkodtam azon, amit mondtál, hogy nem segítek a házi munkában. Ezért úgy döntöttél, hogy felgyújtod a konyhát. Remek ötlet volt, apa. Nincs meg azért régi gázállat. Kidobtam, és most már bánom. Különben vacsorát főzök, rizses húst. Rizses húst? Azt. A hadtáposok egyik körmesterétől kaptam a receptet. Ranji Batarnak hívták. A messzi keletről jött. London keleti feléről. Rendes vagy, apa. Harriet biztos el lesz ragadtatva. Végre itthon. Hogy mi van az utcán? Azt hittem, sose érek haza. Honnan jön ez a förtelmes bűz? Talált ki. Innen? Uralkodjon magán. Nem arról van szó. Félreértetted. Csak vacsorát főzök. Ó, ami azt illeti, nem rajongok a rizses húsért. Honnan tudtad, hogy azt főzök? Csak úgy veled trafáltam. Hát, nem olyan rossz az, én szeretem, ha nem túl erős. Ennek már csak a szagától is kitakarodtak a japcsik burmából. Üljetek asztalhoz, tálalok. Nekem semmi kedvem. Drágám, vegyél erőt magadon, kérlek szépen, csak most az egyszer annyira igyekszik, nem bánthatjuk meg. A szívét is beletette ebbe a vacsorába. A reggelimben meg a lábújja körmét. Már itt is vagyok, de a java még odakint van. Most figyeljetek! Na de... Nem sok ez egy kicsit három személynek? Ki van ez számolva? Amikor a hadtápnál szolgáltam, 300-ra kellett főznem, úgyhogy azt az adagot elosztottam 10-zel. Na, akkor ez elég lesz 30 embernek. 30-nak azt mondod? Igazad lehet, de se baj, legalább maradt holnapra. És holnap utára, és azutára, és azutára. Hallgassatok a papára, csibéim, ez a dögös flamó nem az a sok diétás ehetetlen moslék rajta. Be lehet puszilni? Hát én nem is tudom. Erre még senki nem panaszkodott, ne félj. Na, nyomás, gyerekek, látni akarom, hogy ízlik. Na? Hát alapjával véve nem is olyan. Nem. Talán kicsit sok benne a csili. Te nem érzed? De egy hangyányit. Csak egy hangyányit? Akkor hozok cseresznye paprikát. Meglátod, milyen jó lesz, ha már teljesen elzsibbad a szád. Richard! Apád meg akar ölni. Ugyan, dehogy. Csak nagyon igyekszik. Hogy kiírtson minket. Ugyan. Elolvadt a fogamban a tömés. Ugye a szívem, légy egy kicsit megértő. Végtére nem lehet elvárni tőle, hogy annyi év után emlékezz, hogy neked tömésed volt. Itt nem a nyelven, mi lett ebből? Csinálok egy rántottát. Nem kell semmit, ne csinálj semmit. Herjed, csak egy pohár vizet hozzá, hallod? Mielőtt én megfulladok, egy pohár... Szentséges Úristen! Fel akartam törölni, de nem találtam a felmosó rongyot. Drága papa! Ez a készletem egyik darabja volt. Itt a párja. A vadonatúj tűzhelyem. Rá
ráégett ez a kulimász. Soha nem szedem le róla. Ne fáradj vele. Maradt egy csomó a lábasban. Mi az ott? Ott fönn a plafonon? Egy kis rizsmaradék. Nem tudok én bánni ezekkel a francos modern fazekakkal. Egyszerűen lerepült róla a fedele. De ne félj, tudom, hol van. Valahol lenne az utcán. Elegem van. Egy szót se többet. Torkig vagyok. Torkig vagyok. Azóta csinál így, amióta beleetettem a kanalakat. Mi az? Mi van? Most mi van? Richard! Nem értek egy szót se, bedugult a fülem, beszélj hangosabban! Richard, apádnak mennie kell. Tudom. Amíg itt van, nem fekszem le veled. Hallod, amit mondok? Mi? Ezennel megvonom tőled a kegyeimet. Mi? Amíg itt van, ne közelíts hozzám. Mi? De hát ez... Mi az? Iszonyú milyen szagom lehet. Miért? Az előbb fogat akartam mosni, és elszíneződött a fokrét. Na menjünk. Még mindig makacskodik? Na, be se enged. Kulcsra zárt az ajtót. Zsarolni akar. De engem nem fog maga alá gyűrni. Ma éjjel biztos, hogy nem. Megjátsza a Lüzisztrátét. Kicsodát? Lüzisztrátét. Az nyerte a múlt heti derbit. Oh, persze, tudom nem. Már. Tudod, kisfia, nagyon rendes tőled, hogy kiállsz őszatyád mellett. Még a szívem is belebizsereg. Nekem meg a gyomrom főztöd miatt. De majd meglátjuk, hogy ki az úr a háznál. Esküszöm, mától fogva nem is gondolok rá. Még a nevét sem ejtem ki a számon. Ez az. Így kell ezt csinálni. Nagyon helyes. Aludj jól, Dick. Te is, Harriet. Tejet? Köszönöm. Cukrot? Köszönöm. Egy nyelves puszit? Köszönöm, nem kérek. Pech. De próba szerencse. Mit gondolsz, meddig lehet ezt így csinálni? Bármeddig, Richard, csak akarat erő kérdése. Erő van, ha te akarod. Nem akarom. Egy hét telt el a vacsora óta. De még most is bűzlik a konyha. Kérsz a mogyoromból? Egye fene, ha már te nem kérsz az enyémből. Dobd ki innen az apád, és amint elment, úgy éljek, hogy elmegyünk mi is. Nem lehet, szívem. Ez ellenkezik az elveimmel. A zsarolás különben is ronda dolog. Az apád is ronda. Na, mit képzesz, meddig bírom? Úgy horkol, hogy remeg a ház. Richter skála 5. fokozat. Tessék! Jó reggelt! Nem akartam berontani, hát ha épp miszlikbe vágjátok egymást. Elmentem, Richard. Szedd le az asztalt, és dobd ki a szemetet! Mintha ma egy kicsit kedvesebb lenne. Megint egy levél tanástalan férfi jeligével. Megint? A tűsharkú lakcsizma vörös selyem ruhával nem nőies kicsit? Mit válaszoltál neki? Hogy egy egész kicsit. Na és? Hogy állnak az otthoni dolgok? Állnak, de hős vagyok. Nem is törődöm vele. Hát ez igazán remek. Csak nem igaz. Előbb fogom feladni a harcot, mint Richard. Csak azt ne. Ha ilyen könnyen feladod, biztos betesz neked. Hogy érted ezt? Képletesen. Próbáld ki te is a módszeremet. Mi az? Lefekvés előtt egy jó hideg zuhany. Az segít? Fantasztikus a hatása. Főleg, ha a férjed is benn van. Visszahoztam a gyöbért, hálás köszönet. Hogy maga milyen figyelmes. Na és jól sikerült a vacsora? Ó, alig kaptak levegőt a meglepetéstől. Ennek örülök. Meghívhatom egy csésze 5 órai teára? 2:30-kor? Tudja, imádom a szokatlan dolgokat, a veszélyt, az izgalmat. A drága jó uram mondta mindig, anyukám, te leszel az én végzetem. Igazán? De nem én voltam, hanem az 57-es busz. Oh. Borzasztó járat. Az. Sose jön, amikor éppen siet az ember. Kár. Mit szólna egy csebrendihez? Beletehetem? Júj maga, huncut! Azt nem szabad.
Vigyáznunk kell az alakomra. Vigyázok én maga helyett. Na, csak egy picurkát. Jól van, nem bánom. Úgy lesz, ahogy maga akarja. Ezt vegyem ígéretnek. Ó, kegyed nem tudja, micsoda felüdülés végre egy kedves arcot látni. Lent paprikás a hangulat. Érzem a szagát, elviselhetetlen. Jaj, nem, nem úgy értettem. Apró jelekből érzem, hogy mérgesek rám, nem látnak szívesen. Lecserélik a zárat, ha vásárolni megyek. Ne is mondja. De az is lehet, hogy rossz kulcsot viszek. De legalább magának van valaki, nincs egyedül. Ez a lakás ugyan szép, de túl nagy egyetlen embernek. Az már igaz. Bizony elég sok itt a hely. Hogy érti ezt egész pontosan? Hát csak úgy, hogy én magányos vagyok idefönn, maga meg odalenn. Mi jó van ebben? Nem sok a szent, igaz? Ha egyszer rosszra fordul a sora, nálam mindig tárva nyitva az ajtó. Igen. Tárva nyitva. Kívánj szerencsét, mikor majd búcsút hinc, szálljon ég utam most messze visz. Kívánj szerencsét, mikor majd búcsút hinc, szálljon ég utam most messze visz. Mit csinál, ha szabad tudnom? Ülök a fodrásznál is, daerottatok. Micsoda hülye kérdés, látod, pakolok, elmegyek. Hát ez egyszerűen csodálatos. Ne is próbáljatok lebeszélni róla. Eszembe sincs, hát amíg véletlenül meggondolnám magát. Richard! Igen? Nagy jóság van, szívem, az apád elmegy. Igazán? Hát ez fantasztikus. Ha tudom, hogy ennyire kétségbe estek, nem döntök így. Ó, mélységesen lehangol a hír. Igaz, Harriet? A könnyekig. De is hova még apám? Számít az nektek, ha rajtatok áll, fekhetnék az utcán újságpapírba tekerve. Ezt elviheti, már kiolvastam. Apa, apa, azért remélem, van hová menned? Hát persze, hogy van. A híd alá, ahol a magamfajta nyomorult öregek fedél híján meghúzzák magukat. Hazudik, Richard! Csak felcsirázza bennünk a reményt. Ne féljetek, az itt hadsereg majd hetente egyszer ad meleg leveskét. Na, hagyd ezt, apa. Elmegy a sarokig, megfordulsz és pulizol vissza. Szó sincs róla, de nem ám az ember megérzi, ha nem látják szívesen. Végre észrevette. Igen, bizony. Isten áldjon, fiam, légy boldog. Na. A többi cuccér holnap eljövök. Ha még megérem. Na de apám! Hadd menjen, Richard. Végre lesz egy csendes esténk, bár azt sem bánom, hazajosra sikerül. Hát. Persze, hogy ne, de azért visszajön, ugye? Persze, hogy visszajön. De mi nem fogunk ajtót nyitni neki. Úgy döntöttem, elfogadom az ajánlatát. Na hát, ezt a meglepetést. Már készül a vacsoránk, fél óra múlva tálalok. Igazán? Bélszín, veselővel. A drága jó uram kedvenc étele volt. Igazán? Tessék, próbálja fel. Szerintem a maga mérete. Felpróbálom. Richard! Kukkancs be, nézd meg, mi nincs rajtam. Richard! Richard! Feküdjünk le! Nem vagyok fáradt. Én sem, szívem. Értsd meg, Harriet, ez így nem megy. Folyton csak az jár a fejemben. Nekem is. Hol kóborolhat? 4 órája, hogy elment, és még nem jött vissza. Richard, egy üvegkölnit locsoltam magamra. Méreg drága volt, és gyorsan párolok. Érzem. Ne haragudj, szívem, de esik a hó, és az apám kabát nélkül rohant el. Hát ez nem igaz. Végre nincs itt, mégis róla van szó. Megkeressük, velem kell jönnöd. Neked? Igen, neked. Sejtem, hova mehetett? A dokkokhoz. Le a folyópartra. Vagy esetleg a híd alá. A többi nyomorult vén ember közé, akiket kidobtak az utcára. Na, gyere már. Ez a bélszín vesevelővel, hát ez olyan volt, mint egy szimfónia. A magyaros puszedli meg... igazi műalkotás.
Csodás érzés megint főzni valakinek, ezt próbáljam. Nem bírok enni egy falat, ha se többet. Ez egy házi kabát, Tomás. Na nem bánom esetleg egy harapást. A drága jó uramé volt. Na lássuk csak. Nagyon csinos látom. Ő is kedvelte a bérszint vesevelővel. Ahó, mi ez itt? Mi bujkál itten? A drága jó uram pipája. Megpróbálja? Hát, őszintén szólva nem vagyok nagy pipás. Ugyan, Tomi. Imádom a szagát. Egészen lázba jövök tőle. Hol az a gyufa? A drága jó uram mindig itt ült ezen a helyen, és elszívott egy pipa dohányt lefekvés előtt. Lefekvés előtt? Kedvesem, már régóta meg akartam kérdezni, hol fogok én, akarom mondani, hol fogunk mi? Szóval, hogy lesz a szobaelosztás? Maga, hogy szeretné, Tomika? Tehát... Én... A kis szoba lesz a magáé, Tomi. Szóval a kis szoba. Legalábbis egyelőre. Na, amíg össze nem melegszünk, igaz? Amíg össze nem házasodunk. Ó, a Brandy! Hogy értsem ezt? Ahogy mondtam, Tomi, ha ide költözöl hozzám, gondolnom kell a jó híremre. Össze kell házasodnunk. Össze kell? Micsoda? Ó, cuki párocska leszünk, majd meglátod. Mi ketten, te meg én, életünk alkonyán, kéz a kézben. Este kakaót főzök neked, te meg lábvizet készítesz. És minden szombat éjjel, ha jól viselkedel, nagyokat hancúrozunk. Ugye, buksikám? Tomi! Tönkre fagytam. Na és azok a rémes külsei vén csövesek. Az egyik még ajánlatot is tett nekem. Biztos a méreg drága kölnidő rítette meg. Valami borzasztóan büdös löttyöt dugdosott az orrom alá, hogy húzzak belőle. De apa nem volt köztük. Hát a közben megjött. Ó, a fenébe. Miért is engedtem el? A kulcsa nála van. Nem csinált valami ostobaságot? Szerinted csinál mást is? Á, Harriet, lehet, hogy a folyóba ugrott. Nincs akkora szerencsénk. Ha nem kerül elő, mehetünk megint utána. Végigjárjuk az egész... Hála az égnek! Már majd megvesztünk az izgalomtól! Milyen kedves, hogy aggódnak értem. Mrs. Whittle... A papa lábbelie. Szent Isten, hol találta meg? A karosszékem mellett. Vacsora előtt ugyanis papucsot húzott. Szóval magával vacsorázott kettesben? Igen. Egész este nálam volt. Alig egy fél órája, hogy elment. A melegben üldögélt! Miközben mi jéggé fagytunk a hóviharban. Köszönjük. Nem juthatott messzire cipő nélkül. Ez így igaz, így van. Hagyd, azt én már megnéztem. Te igen, de én nem. Ez, fiam, még langyos. Micsoda? Ugye ez az 56-os busz megállója? Richard! Azonnal el kell tűnnie. Ahogy mondod, Harriet. Ricsi kisfiam, hadd maradjon itt legalább mai éjszakára. Nekem már igazán nem újjon. Mi? Hadd maradjon ott éjszakára, ahol van. Segítség, jól lejövök, segítség! Magyar hangok. Szabó Ottó, Rátóti Zoltán, Kovács Nóra, Kovács Zsuzsa, Győri Ilona. Magyar szöveg Takácsi Gizella, hangmérnök Láng Noémi, vágó Katona Edit, rendezőasszisztens Szőnyi István, gyártásvezető Csáki Vera, szinkronrendező Hazai György. A szinkron a Magyar Televízió megbízásából a Magyar Szinkron és Videóvállalat műtermeiben készült. Fényképezte Roy Easton. Rendezte Michael Mills.